Az őszi első és másodosztályú kvalifikációs pontvadászatot a Dombóvár FC labdarúgó gárdája a harmadik helyen zárta, így tavasszal az első vonalban folytatják a küzdelmeket. Nekünk az elsődleges és a legfontosabb természetesen az volt, hogy az első nyolcba kerüljünk, bár tudtuk azt, hogy a nyolcon belül is a dobogó az egy minimális elvárás volt, amit igazából teljesítettünk, úgyhogy én elégedett voltam az őszi teljesítménnyel. Az együttes az első osztály első fordulójában fölényes 8-1-es sikert aratott az Asepax csapata ellen. Igazából az első mérkőzés, ezt mindig ilyenkor az ember ugye a felkészülés után várja, és nem tudja, hogy éppen most hol tartunk, vagy mit képviselünk, de nyugodtan mondhatom, és természetesen nem megbánta az ellenfelünket, hogy minőségbeli különbség volt a két csapat között, és ez a mérkőzés a gólokban is megmutatkozott. Hát a legfontosabb feladatunk az volt, hogy bővítsük a keretet, mert az ősz folyamán a létszámunk az nem volt megfelelő, és én úgy gondolom, hogy ez a téli szünetben sikerült is, annak ellenére is, hogy ugye a téli időszakban azért ahhoz, hogy igazolni tudjunk, ahhoz kellenek az átadó egyesületeknek a hozzájárulásai, tehát volt több ilyen alkalom, ahol elakadtunk ez miatt, de én úgy gondolom, hogy létszámban is, és nem csak létszámban, hanem minőségben is sikerült erősödnünk. A csapat a kapusposztot, a védelmet, a középpályát és a csatársort is megerősítette. A konkrét célt azt úgy tűztük ki magunknak, hogy minél jobb szereplés, de ez nem azt jelenti, hogy ha mi nem nyerjük meg esetlegesen a bajnokságot, akkor olyan problémák lesznek, hogy éppen akkor nem tudom, földindulás lesz, és akkor itt mindenki mehet mindenfele. Viszont természetes, hogy mivel sportemberenként mind a maximumot szeretnénk kihozni ebből a fél szezonból. Igazából én nekem a legfontosabb az az, hogy a védekezésünk stabil legyen. A védekezésünk rendben van, akkor rendben lesz, akkor vannak olyan játékosaink, olyan támadóink, akik az adott mérkőzést el tudják dönteni. Ha esetlegesen ebbe belehibázunk, akkor is megvan ugyanez, csak akkor ugye mindig ez kicsit nehezebbé válik a számunkra. A dombóváriak a második fordulóban 4-1 arányú vereséget szenvedtek a bajnok esélyes Bonyháttól. A pontvadászat összesen 14 fordulóból áll, és május végéig tart.